Szép jó estét mindenkinek. Zsolt nagyon szépen összeszedte itt a csapatot. Polgármester urat meg sajnáltam, hogy ilyen kevesen figyeltek rá, pedig igen velős dolgokat tárt elénk. Nekem van szerencsém 6. alkalommal, tehát a számmisztikában 7 az még nem jött össze, a jövőre. 6. alkalommal itt lenni közöttetek, és tapasztalatokhoz híven elővettem a korábbi, illetve a tavalyi jegyzeteimet. 3 dolog vágott fejbe tavalyhoz képest. Az első az ilyen magán jellegű. A beállított 14-es nagyságrendet, vagy méret, vagy betűméretet feljebb kellett tenni 18-ra, hogy el tudjam olvasni. Tehát amennyiben van optikus itt a körünkben, akkor szívesen lennék a reklámarca. A másik pedig az, hogy tavaly Covid-ról beszéltünk, meg az ukrán háborúról. A Covid, az hál' Istennek az elment, tehát az már nincs, viszont most beszélünk a post-Covid-ról. Hát ha szabad azt mondani, én bízok benne, hogy ez a post-Covid, ez valamilyen szinten körünkbe is meg fog maradni, és itt óriási a felelősségünk, remélem, hogy ezt mindenki tudja. Sajnos azt kell mondjam, nagyban a politikának is nagy a felelőssége, hogy a post-Covid az fennmaradjon, hogy ne felejts el a társadalom azt, hogy a mezőgazdaságban dolgozók is ott voltak, a sok-sok egyéb dolgozó mellett, akik nem tudtak home office-ba hátravonulni, és nem tudtak etyegi pezsgőt bontani, hanem ott kellett lenni a gépekbe, ott kellett lenni a földeken. Úgyhogy én kívánom azt, ha szabad ezt mondani, hogy a post-Covid ez maradjon közöttünk, és a társadalomban legyünk elismertek. Az ukrán háború az sajnos itt van velünk, tehát tavaly arról beszéltünk, hogy februárban kitört a háború, és milyen problémáink vannak. Ez itt van velünk, sajnos a mai nap is, tehát egy kiszámtatlan piac, kiszámtatlan árakkal. Vannak, akik a családjukért aggódnak, vannak, akik a megélhetésért. De mindemellett azért tavasszal elindult a lehetőség az, hogy újra birtoklátogatás, és hál' Istennek egy nagyon népes csapattal tudtunk menni a birtoklátogatásra. Csodáltam, hogy a Zoli a legelején nem mondta, hogy én úgy szoktam hívni ezt, hogy a nyaralás. Igen. Ugye? Mert én úgy élem meg, tehát egy olyan embereket ismertem itt meg, akikkel jó együtt lenni, olyan birtokokat látogattunk meg, akikkel szintén jó együtt lenni, olyan gazdákkal ismerkedhettünk meg, akik teszik minden nap a dolgukat, ugyanúgy, mint ahogy egy családban kell tenni, közösen. És itt, ebbe a birtoklátogatásba, illetve előtt tehát még egy videó, egy film kapcsán ismerhettük meg Vili családját, akinek ékes példája volt az, hogy hogyan lehet egy családi összefogásban, egy családi együtt gondolkodásban, családi közös tettben, hogyan lehet egy gazdaságot felépíteni és működtetni. Ezúton is gratulálok mindenkinek, már a 5 díjazottnak, aki eddig volt, és a következő 2 vagy 3 van még hátra díjazottaknak, de elsősorban Vili családjának, így mind a legszebb családi birtok díjgyőztesének. Köszönöm szépen!